A Múzeumok Éjszakája rendezvény az ország egyik legnagyobb múzeumi rendezvénye most már évtizedek óta, és a Szexádi Vosinszky Mór Múzeum a kezdetektől fogva csatlakozott ehhez a programsorozathoz. Ennek van egy önálló honlapja, tehát aki kíváncsi, az nyugodtan keresgélhet az ország területén bárhol, hogy hol vannak múzeumi események, mert hogy ilyenkor a Múzeumok Éjszakája, ami mindig, Szent Iván éhez legközelebb eső szombaton kerül megrendezésre, tehát nem fix napja van, most idén június 22-én, tehát szombaton eh, kerül megrendezésre. A múzeumok mindig egy picit más, hogy próbálnak megmutatkozni a nagy közönség előtt, és mi is így gondolkodunk. Nyilvánvalóan az éppen aktuális eh, időszaki kiállításainkat próbáljuk eh, helyzetbe hozni, de természetesen az állandó kiállításainkat is eh, megmutatjuk a nagy közönségnek, illetve hát olyan eh, programokat hozunk ide, ami azért általában nem szokványos. A Szexádi Múzeumnak négy kiállító helye van itt a város területén. Az egyik a múzeumnak a főépülete Szent István téren, a Vármegyeházának közel felébe rendelkezünk kiállítással, és van egy irodalmi, mondjuk így negyedünk, két kiállítóhely, Babics Mihály szülőház, illetve mellette az irodalomháza, Mészai Miklós Emlékház. Mind a négy helyszínen készülünk programokkal, 17 órás kezdettel indul meg, és hát egész évfélig fog tartani ez a Jambori, és reméljük, hogy minél többen fognak minket ezen a délutánon, illetve estén választani, hiszen különböző korosztályok megtalálhatják, különböző érdeklődési területtel rendelkező emberek is megtalálhatják a magukat érdeklő dolgokat, de egy darab karszalaggal mind a négy helyszín természetesen látogatható, és össze is lehet ezt úgy rakni programként, hogy akit koncert érdekel, az a házán, hogyha megnézi, és utána átjön akár a Babics Mihály emlékházba, irodalmi programokra, vagy a főépületbe akár biciklis programokat megnézni. Akik ismerik a múzeumok éjszakáját, azt tudják, hogy ilyenkor van padlástúra, pincetúra, tehát egy olyan helyszínekre be lehet menni, mint akár például az itt háttérben megmutatkozó igazgatói iroda, tehát ahol dolgoznak is a munkatársak, úgyhogy aki ilyenre kíváncsi, ilyen háttérmunkára, akkor ezeket is meg tudja tapasztalni. A Vármegyeháza épületében többek között az ottan éppen működő Weiss a grafikus művésznek a kiállításához kapcsolódóan lesznek rendhagyó tárlatvezetések, többek között Weiss a közreműködésével, illetve foglalkozások, de Kalauz egy koncertet is fog tartani a Vármegyeháza udvarán, tehát ez lesz a zenei programunk, úgyhogy ez, ez gondolom ez mindenképpen érdek, érdekes lesz. A Babics Szülőházban viszont természetesen irodalom lesz a főszerepben, ott Orbán György és Kovács Gábor borverseket állít össze egy, egy anyagot, ami azt gondolom megint csak aki ezt a kettő dolgot szereti, az nem fog ebbe csalódni. Az irodomházban természetesen Mésző Miklóshoz kapcsolódó tárlatvezetéseken is részt vehetnek az érdeklődők, úgyhogy nagy szeretettel várunk minden kedves látogatót a múzomok éjszakáján.